akkor figyelmeztetnénk a kormányt a Pacta sunt servanda elvének betartására. Igen, az LMP is el tudja képzelni azt, hogy kívánatos lenne Magyarországon hosszú távon megszüntetni a magánnyugdíj pénztári rendszert. Ugyanakkor az a mód, ahogyan a kormány ezt itt most érvényesíteni kívánja, hát, hogyha az ember elolvassa a 43/1995-ös alkotmánybírósági határozatot, okoz némi alkotmányossági aggályokat. De az igazi problémánk a módszeren túl azzal van, hogy az a gazdasági akcióterv, vagy az a gazdaságpolitikai vízió, ami kirajzolódik a kormány különböző akcióterveiből, az azt mutatja, hogy anélkül, hogy egy radikális járulékcsökkentésbe vágna bele a kormány, egy tetemes jövedelem átcsoportosítást hajt végre a szegényebbek kárára, a felső egyharmad a leggazdagabbak előnyére. Arról van szó, hogy mikor önök az adójóváírást fokozatosan kikívánják vezetni, egy olyan képt sejlik fel 2011-től, hogy az, aki nagyjából bruttó 240 ezer forint per hó jövedelmet keres egy hónapban, az bizony rosszabbul fog járni. Akik viszont gazdagabbak, hiszen pontosan ez a cél, hogy a tehetősebbek még inkább jól járjanak, még több adót tudjanak fizetni, vagy még inkább jól járjanak, még inkább több maradjon a zsebükben. Az a helyzet, hogy akkor, amikor önök bejelentik a társasági adó csökkentést, bejelentik az arányosnak nevezett, valójában rendkívül igazságtalan egykulcsos személyjövedelemadó rendszert, azt a akkor valójában egy ilyen rettenetesen igazságtalan jövedelem átcsoportosítást hajtanak végre. Lássunk világosan. Arról van szó, hogy önök ezeket a válságadókat azért kívánják bevezetni, hogy azt a 3-400 milliárdos lyukat betömködjék, amit ezzel az adópolitikai irányjal ütöttek. Ez pénzbehajtás. Nem reform, egyszerűen csak pénzbeszedés, arra jó csupán, hogy valamelyest könnyebben lehessen törleszteni az államadósságot, mondta Schmidt Pál 2006-ban. Igen, miniszterelnök úr, mi is azt gondoljuk, hogy bizonyos piacokon, például az ön által felemlített szektorokban, az energiaszektorban, az áruházláncoknál, a telekom szektorban meg kell törni a nagy cégeknek a túlhatalmát. A nagy cégek túlhatalmát viszont nem különadókkal lehet megtörni, hanem erős piacszabályozással és erős, hatékony közigazgatással. Olyan közigazgatással, amit nem leépítünk. Erős piacszabályozással, tehát például, hogyha végre a kormány meghirdet egy plázastoppot, akkor, hogyha a kormány nem csak eltörli a polcpénzt, de elő is írja azt, hogy milyen hányadban kötelesek ezek a kereskedelmi láncok helyi termékeket a polcaikra rakni. Arról van szó, hogy igen, miniszterelnök úr, jól látja, hogy a közpénzek elfolytak az elmúlt időszakban, de az ilyen akciótervek mellé egy hatékony antikorrupciós csomagot is mellé kéne pakolni. Éppen ezért az LMP meg is kezdte ezeknek a javaslatoknak a benyújtását a tisztelt házba. A mai napon egy olyan módosítást terjesztettünk elő Jávor képviselőtársammal, amely a büntető törvénykönyvben nevesíteni azt a helyzetet, amikor a hatósági ellenőrzések során nem kellő gondossággal járnak el, és ennek következtében például a természeti környezet veszélybe kerül. Várom, hogy a kormányoldal ezt a javaslatunkat támogassa. Arról van szó, hogy ez a gazdaságpolitikai csomag az alulfoglalkoztatottságot kevéssé fogja enyhíteni, ugyanakkor nem beszél továbbra se a kormány arról, hogy azok viszont, akiknek van állásuk, például a kereskedelmi szektorban, hogyan keveredhetnek ki abból a helyzetből, amikor gyakorlatilag ma őket a fizetett szabadság ténylegesen nem illeti meg. Arról van szó, hogy a hatékony államnak be kell tartani a munkajogi szabályokat is. Nem rendszer szintű, hanem tüneti kezelés az, amit a kormány produkál, és sajnos még a helyes célokat is a korlátlan hatalomgyakorlás jegyében kívánja keresztülverni az országgyűlésen és a társadalmon, nem vizsgálva a különböző társadalmi hatásokat. Arról van szó, hogy volt olyan kormánya ennek az országnak, amelyik a jogállamon felül helyezte magát, most olyan kormánya van az országnak, amelyik a jogállami kereteket addig-addig tágítja, ami kényelmesen el fog férni benne. Köszönöm szépen! Köszönöm. Megadom a szót Harag Péter úrnak, a KDNP frakcióvezetőjének. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Két kérdésre szeretnék válaszolni a válságadóval, illetve a
családi adózással kapcsolatos kérdésekre. Van olyan kultúra, ahol léteznek szentehenek, ezeket az éhínség idején sem szokták bántani. Európában nincsenek négylábú szent tehenek, viszont vannak védett intézmények és védett személyek. A probléma gyökere az, hogy ez a védettség nem felel meg az igazságosság követelményeinek, mert az az arányosság szempontját igényli, vagyis azt, hogy aki többet keres a mi piacunkon, az vállaljon nagyobb részt a közös terheinkből is. Szeretném megjegyezni, hogy amire miniszterelnök úr is utalt, hogy elsősorban a szolgáltatás és nem pedig a termelés szektora adózik, ez egyfajta védettség a következményekkel szemben. Másrészt átmeneti intézkedésről van szó, vagyis a válság és a kártevés következményeinek a felszámolásáról. Még egy megjegyzés kívánkozik ide, hogy azok a multinacionális cégek, akik a munkahelyteremtésben nem haladják meg az 500 ezer főt, azért nyereségeik többségét kiviszik az országból. A családi adózással kapcsolatban egy kis visszatekintést engedjenek meg nekem. A polgári kormány idején három lábon állt a családtámogatás. Egyrészt létezett a legjelentősebb az adókedvezmény, ez kiegészült az otthonteremtési támogatással, ahol szintén volt adókedvezmény és támogatott hitel, tehát a kezdő házaspárok, a család alapító fiatalok jelentős támogatást kaptak, és ez a támogatási forma erősítette a munkavállalási kedvet és a gyermekvállalást is. Másik láb a családi pótlék volt, amit mindenki kapott, és a harmadik az, akik a kiegészítő családi pótlékot, akik nehéz anyagi helyzetben voltak, és nem tudtak dolgozni. A Gyurcsány kormány gyakorlatilag egyszínűvé tette ezt a támogatási rendszert, kizárólag a családi pótlékot őrizte meg, ami segélyszerű juttatás. Ennek sok, mármint a másik kettő eltörlésének, sok súlyos társadalmi következménye lett. Egyrészt, ahogy mondani szokták, nem szép szóval a megélhetési gyermekvállalást segítette elő, másrészt a munka leértékelését, és egy olyan életformának a rögzítését és terjedését, ami nem volt kívánatos, és a társadalom egészének állapotát rontotta. Most a kormány az adóalap csökkentésével kívánja ezt a helyzetet megváltoztatni. Szándékosan nem családi adó kedvezményt mondtam, hiszen itt másról van szó, arról, hogy az államnak nincs köze a gyermeknevelés költségeihez, és ezért nem adóztatja azt meg. Idézzük fel a számokat, egy és két gyermek esetén 62.500-al csökken az adóalap, a harmadik gyermek esetében gyermekenként 206.250 forinttal, aminek a következménye az lesz, hogy az első két gyermek esetén 10-10, a harmadik gyermek eset, három gyerek esetén gyermekenként 33.000 forintos adókedvezményt tudnak elkönyvelni a családok. Egy középméretű keresztény szociális párt, tehát egy világnézeti párt képviselője megengedheti magának azt a luxust, hogy nem csak politikai szempontból egyértelműen hasznosítható vagy közérthető kifejezéseket is használjon, ezért hadd elmélkedjek el egy kicsit a magánérdek, közérdek kérdésénél, hiszen itt miniszterelnök úr arról beszélt, hogy egy ilyen békeidőnek nehezen nevezhető korszakban, amikor a kártevés idejét lezárjuk és az építkezés idejét elkezdjük, akkor élesen szembe kell állítani ezt a kettőt, és ki kell a közérdeket gátló magánérdeket zárni a világunkból.
Ha az építkezés folyamata felerősödik és normalizálódik a helyzet, akkor lehet, hogy a közjó fogalmát kell majd használnunk, amire azok az intézkedések utalnak, amiről a miniszterelnök úr is beszélt, és ez a közjó összhangban van a magánjóval. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a magánérdek és a magánjó nem ugyanazt jelenti, hanem a magyar emberek javát, ami a közjón keresztül valósul meg, így teljes talán ez a megfogalmazás. A családi adózással kapcsolatban még megengednek egy-két gondolatot. Elhangzott gyakran az a balliberális kérdés, hogy és mi van azokkal, akik nem dolgoznak? Erre megjött az ő válaszuk, adjunk segélyt. A kérdés jó, de a válasz rossz. A jó kérdésre nekünk kell megadni a jó választ. A családi adózás akkor lesz teljes, ha mindenki, aki dolgozni akar valamilyen munkához, ezen keresztül magához, a családi adózáshoz hozzájusson. Tehát az első lépést megtettük a családi adózás lehetőségével, a kötelezettséget vállaltuk a következőre, vagyis a munkahelyteremtésre, és akkor lesz teljes ez a közjót szolgáló intézkedés, ha majd mindenki igénybe veheti ezt a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy mindaz, ami most elhangzott, egy új korszakot nyit meg, és ebben az új korszakban lehetőségünk lesz arra, hogy a nemzeti egység megteremtésével, a közjót szolgálva minden magyar embernek a javát elérjük. Köszönöm szépen figyelmüket! Megadom a szót Vona Gábor úrnak, a Jobbik frakció vezetőjének. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A miniszterelnök úr beszédében támogatható javaslatokat hallottunk, de nagyon-nagyon sok bizonytalansággal és kérdőjellel, mint ellenzéki frakcióvezető ezekre szeretnék rávilágítani. Kezdem azzal, amivel nagyjából egyetértünk, és megpróbálok haladni majd afelé, amiben bizonyára lesz közöttünk vita. A PPP program leállításával kapcsolatban teljesen egyetértünk, az egy szélhámosság. A válságadóra rátérve az energiaszektor 70 milliárdos megterelését fontos lépésnek tartjuk. Mindannyian emlékezzünk rá, hogy 95-ben a tőlünk jobbra, furcsa módon jobbra ülő frakció kormánya milyen profitot garantált ennek a szektornak a lakosság kárára. Nagyon fontos, hogy megakadályozza azt a kormány, és ugye erre meg is van a törvényi felhatalmazása, hogy a most kivetett adót a lakosságra terhelje majd ez a szektor. Ha mégis az energiaszektor külföldi tulajdonosai úgy döntenének, hogy nekik nem tetszik ez a helyzet, akkor pedig kívül tágasabb, és álljon készen az állam arra, hogy ebben a szektorban a reprivatizációt megvalósítsa. A telekommunikációs szektor 61 milliárdos válságadójával kapcsolatban szintén arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy jövőre, ugyan idén erre nincs lehetőség, de jövőre nehogy a lakosságra terhelje ez a szektor is ezt a külön terhet, illetve azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy azért ezen a szektoron belül az a mobil ágazat az, amelyik a valódi profitot termeli, és ugyan tudom, hogy sávos rendszer van ebben a válságadóban, de azért nem szeretném azt, hogyha bizonyos nagyoknak a extra profitja miatt a kicsiket, akik főképp ugye magyar telekommunikációs cégek büntetni ez a rendszer, tehát én itt javaslom a komoly odafigyelést. Illetve még egy javaslat, Magyarország sereghajtónak számít internetes lefedettség, internet használat szempontjából. A Jobbik azt javasolja, hogy ebből a válságadóból az internet szolgáltatást vegyük ki, hiszen ez a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából egy fontos ágazat. Segítsük az internet terjedését Magyarországon, ne ezt a szektort adóztassuk. A kereskedelmi láncok adójának 30 milliárdos tertételével kapcsolatban ugye az áraknak vagy az adónak az átterhelését minden bizonyal a piac talán megoldhatja, viszont nagyon szeretnénk azt, hogyha valamifajta konkrét biztosítékot látnánk arra, hogy ezt a szektor nem terheli tovább a beszállítókra. Ugye erre is van törvényi lehetőség, ezt is tudja a kormány érvényesíteni, szeretném, hogyha ezt figyelembe is venné. Viszont a 30 milliárddal kapcsolatban van némi problémánk, úgy érezzük, hogy az ágazatnak a volumenéhez képest ez a 30 milliárd nagyon csekély. Nagyon csekély, és a Jobbik azt javasolja, egy olyan érdekes javaslat, ami még nem is